Hello, friends! Folytatjuk Galois kapcsolatokról való elmékerést és bizonyítatást, és haladunk azért a felé, hogy ennek legyen konkrétan a logikára és olyan alkalmazás, amit még nem hoztunk ki. A múltkor már eljutottunk odáig, hogy talán ezt az összetett függvényt, ezt érdemes lehet nézegetni, ezt is, meg a társát is, az F kör G-t és a G kör F-et is. Kompozíciót szokták szinte mindenhol jelölni a körrel, amikor függvényekről beszélünk, de a sorrend az nagyban attól függ, hogy az ember Franciaországban, Németországban vagy az Egyesült Államokban tanulta a matematikát, ezért ezt külön leírom, hogy most itt ebben a részben legalábbis az F kör G az egy olyan függvény, amely úgy készül, hogy jön az input, előbb alkalmazom a G-t, és aztán alkalmazom az eredménye az F-et. Nekem ez most azért jobb így, mert ha balról írom a függvényt, akkor ez ugyanaz a sorrend lesz, mint ez. Hát vannak, akik jobbról írják, hogy hogyan hat a függvény, nekik meg ugye pont a fordított sorrend, ők ugye akkor előbb alkalmaznák az F-et és aztán a G-t. Ez okozza a különbségek jó részét, de minden esetre akkor az F kör G az egy PB-ből PB-be menő függvény, ez az oda megyek a B-ből az A-ba, aztán visszajövök. A fordított, az meg ugye azt mondja, hogy előbb alkalmazom az F-et és aztán a G-t, az meg az A-nak egy részhalmazából elindulok és aztán visszajövök. Ugye erről, hogy kettőt lépünk, az előző résznek a végén pont azt kaptuk, hogy az X az része a G kör Fx-nek például, ugye ez azt jelentette, hogy ha kettőt lépek, akkor nem veszítek el senkit, és ez a bogyós példa, a színes bogyós első példákban pont így is volt, hogy oda, a zöldekből elindultam, odaléptem, meg bemértem a piros bogyók halmazába, visszajöttem, akkor nem csak a zöldeket kaptam vissza, de még a kéket is. Na most, és ez ugye, mivel konsznak neveztük el, most elnevezzük ezt a függvényt, hogyha ha nem az általános Galois kapcsolatokról beszélünk, hanem a kielégíthetőség, kielégítés reláció által indukált Galois kapcsolat, ugye ott mod volt az egyik, TH volt a másik függvény, és akkor ez a TH karika mod függvény, ez a kettőt lépünk, de melyik oldalról indulunk? A formulák oldaláról indulunk, tehát a szigma formula halmazból ezt úgy gyártjuk le, hogy először is elmegyünk, legyártjuk az összes modelleknek az halmazát, tehát az összes olyan értékadást, aki a szigma összes elemét kielégíti, és aztán annak visszajövünk az elméletébe, tehát ezekből az értékadásokból legyártjuk azokat a formulákat, amik olyanok, hogy az összes értékadás kielégíti őket. Na, ezt egyelőre nem árulom el, hogy miért, de konz szigmának fogjuk hívni. És egyelőre az előző adásból ez kiderült, hogy ha kettőt lépek, akkor bővül. A másik, amit tud ez a konz, meg úgy általában a két lépés operátor, ezt a másik, hogy monoton. Tehát, ha bővebb halmazból indulok, akkor bővebb halmazba is érkezek. Ez az, amit monotonitásnak hívnak. Ha x kisebb egyenlő y, akkor fx kisebb egyenlő fy, ez szokott lenni általában a definíció, hogyha ez két részben rendezett halmaz között van, és ugye a részhalmaz reláció részben rendezés. Mindegy, a lényeg, ha bővül a halmaz, az input, akkor bővül az output is. De hát ez könnyű, mert ugye ha bővül a halmaz, akkor amikor az f-et alkalmazom rajta, ugye arról volt szó a múltkor, azt is láttuk, hogy antimonoton, ami meg azt jelenti, hogy megfordul az a reláció jel, és akkor az fx2 lesz a részhalmaz az fx1-nek, de aztán még egyszer alkalmazok rajta egy antimonoton függvényt, a g-t, az a visszajövök függvény, ez még egyszer megfordítja a reláció jelet, és akkor már mindjárt a gfx1 lesz a részhalmaz az gfx2-nek. Tehát azért, mert kétszer alkalmazok relációjel megfordító függvényt, ezért végül is kétszer, tehát egyszer sem fordul meg a reláció, és ott azt kapjuk vissza, hogy ugyanabba az irányba áll, mint volt. Tehát két lépés, monoton. Tehát itt azt kaptuk, hogy bármi, és ez a konz, ha a szigma részhalmazat eltalán beteszünk még formulákat az inputba, akkor több minden lesz benne ennek a delta halmaznak a konz nevű halmazában.
mint ami eredetileg volt a szigmáéban. Meg nyilván megint azért, mert tök szimmetrikus az egész, nem csak a G kör F, de az F kör G is monoton. Mindegy. Oké. Fölmerül a kérdés, hogy egy lépésnek volt értelme, két lépés. Hát mondtunk érdekes dolgokat, három lépéstől mi a helyzet? Hát kiderül, hogy ha háromat lépsz, akkor visszajutsz automatikusan mindig oda, ahol egy lépés után voltál. Ha emlékszünk és visszanézzük a videót, a bogyós példában pont ez volt, hogy a zöldről elindultunk, oda mentünk, elértünk a piros bogyókig, visszajöttünk, akkor zöldek és kékek, tehát két lépés még bővített, de aztán még egy lépésen megint visszajutottunk a piros bogyók halmazába, ott pont ez volt, hogy egy lépés után pontot tartottunk, mint három lépés után, és ez nem volt véletlen, ez mindig így van, hogy mindig a harmadik lépésbe visszakapjuk az első lépés eredményét. Nyilván a másik oldalra is igaz ez, tehát ha másik oldalra indulok és ott lépek hármat, az is ugyanaz, mint ahol egyet, tehát ha ezt be tudom bizonyítani, akkor ez is menni fog. És ez miért olyan érdekes? Azért, mert ha egy lépés ugyanaz, mint három, akkor ha ahonnan indulok, az is már eleve egy lépésnek volt az eredménye, mondjuk fx, és mondjuk fx, így, csak annyit írtam, hogy y egyenlő fx-et írtam, akkor azt látom, hogy bármilyen x-ből, ha elindulok és kettőt lépek, akkor pontosan ugyanoda, mintha négyet lépnék. Oké, és ez maga a G kör F függvény, amit itt látok, és ez azt mondja, hogy tetszőleges x-en, ha én alkalmazom a G kör F függvényt, akkor ugyanott vagyok, mint hogyha egyszer alkalmazom a G kör F függvényt, meg még egyszer alkalmazom a G kör F függvényt, ez ide van írva. Ez abból jön, hogy kettőt lépek, aztán még kettő, ugyanaz mind csak kettőt. Ez mondja azt, hogy két lépés, úgy, ebben a két lépéses függvényű kettő alkalmazás ugyanaz, mint egy alkalmazás. Az ilyet úgy hívják, hogy idempotens függvény. Tehát általában, hogyha egy H függvény azt tudja, hogy valami X-ből képez valami X-ből, lehet az X most nem a legjobb választás, de mindegy, HXX, és azt tudja, hogy minden egyes lehetséges inputra, ha egyszer alkalmazom, akkor azon már a második alkalmazás nem fog megváltoztatni semmit, ugye ez van ideírva, hogy hx egyenlő hhx-el, akkor ezt a függvényt, ezt a hát idempotens függvénynek hívják, és ez azt jelenti, hogy ez az összetett függvény, ez a kompozit függvény, ez egy idempotens függvény, és például mivel a konz az a mod és a TH egymás utáni alkalmazása, a kompozíciójuk, ezért ez is azt jelenti, hogy bármi is ez a konz, ha egyszer legyártam a szigma formula halmaznak a konszát, akkor ha az eredménynek is legyártam a konszát, az már nem fog bővülni. Ez például igaz, bármi is ez a konz, nem sokára kiderül, hogy miért olyan jó, de még egy kicsit kell elméleteznünk rajta, mielőtt ráébredünk, hogy ez a konz tulajdonképpen kiket is tartalmaz. Hirtelen érdekessé fog válni ez az egész. De ugye ez még hiányzik hozzá, hogy ha ezt bebizonyítjuk, akkor igaz ez is, meg akkor igaz ez is, és akkor igaz ez is, de ehhez ez is kell, de nem olyan nehéz. Ha ezt akarom bebizonyítani, hogy minden x-re ez így van, hogyha egyet lépek ugyanaz, mint ha hármat lépnék, akkor alkalmazom a korábbiakat, tehát például itt van az, hogyha elindulok az x-ből és lépek kettőt, gfx, arra van értelme, az x-en az f-et tudom alkalmazni, az eredmény a g-t, akkor bővülni fogok, volt egy ilyen elem, majd nem veszítek el elemet, ha kettőt lépek. És aztán, ha még kettőt lépek innen, ugye itt látod, a gfx-ből léptem még kettőt, még mindig nem veszítek el semmit, oké. Okay. És aztán, ha emlékszel, ez volt az a technikai állításnak nevezett dolog, amit két egymás felé szaggatott vonallal néző tojásként is le lehetett rajzolni, hogy x pont akkor része a y-nak, hogyha az y része az fx-nek. De most ugye azt meg lehet akkor csinálni, hogy ez az x, és ez az fgfx, ez lenne maga az y. Tehát x része a gy-nak című oldalon vagyunk, most x része a gy-nak. Ez pontosan akkor igaz, hogyha y része az fx-nek, tehát hogyha az y-t ide leírom, fgfx, ez része fx-nek, az x az ugyanaz volt az fx-nek, és akkor ebből kiderül, ez igaz, ezt tudom, mert a dupla bővítéshez tudom, hogy
nem veszítek el elemet. Az igaz, akkor ez is igaz, mert ez ekvivalens. Tehát eddig azt megkaptuk, hogy ha hármat lépünk, akkor hát nem kapunk új elemet az egy lépéshez képest, de azt is tudjuk, hogy a három lépés az ugye úgy néz ki, hogy fogod az egy lépés eredményét, és aztán lépsz még kettőt. Azt, hogy lépek kettőt, azt tudom, hogy nem veszítek el elemet, tehát ez minden halmazra igaz, hogy bármi is van itt, y, mindegy, az része az fgy-nak, ezért az fx is része az fgfx-nek, meg az fgfx is része az fx-nek, ezért ők egymás részhalmazai. Ez az, amit a múltkor mondtam, hogy ha két halmaz egyenlő, úgy is be lehet bizonyítani, hogy csupa ekvivalenciával átírjuk egyéb a másikat, meg úgy is be lehet bizonyítani, hogy mind a két irányba megmutatjuk, hogy ez is részhalmaz ennek, meg ez is annak, ezért ők ketten egyenlőek. Tehát ebből kijött az, hogy ez a két halmaz egyenlő kell legyen, mert ők egymás részhalmazai. Oké. Akkor egyelőre azt tudjuk, hogy három lépés ugyanaz, mint egy lépés, és ezért akkor két lépés ugyanaz, mint négy lépés. És bármi is ez a konsz, ez, ami most már egyre jobban érdekel minket, ez is egy ilyen dolog, hogy idempotens kétszer alkalmazom, akkor már nem jön be semmi új az egyszer alkalmazáshoz képest. Na most, amit eddig bebizonyítottunk az összetett függvényből, az F kör G-ről, meg a G kör F-ről, az három olyan tulajdonság, amit ha együtt fönnállnak, annak már neve is van. Tehát ha van egy H függvénye, ami valami egyfél, most itt az a különbség a Galois kapcsolatok, meg a majd így fogjuk hívni lezárási operátorok között, hogy a Galois kapcsolatok az két halmaz, egy A és egy B halmaz között menő, oda-vissza menő függvényekről beszél, amikor halmaz az inputja emez oldalon, és halmaz az outputja amaz oldalon. A lezárási operátor az nem beszél egy másik oldali halmazról, az egy nagy A halmazról beszél, ők a bal oldalon vannak mondjuk itt ezen a képen, de itt a lezárási operátor, amikor beszél, akkor nincs megmondva, hogy van itt egy B oldal, hanem egy olyan függvényen van, ami inputként kapja az A-nak egy részhalmazát, és az outputként kigenerálja egy másik részhalmazát ennek az A-nak, hát lehet éppen ugyanazt is. Tehát halmazból csinál halmazt, de ugyanolyan típusút. Ez más, mint ami eddig volt, az F meg a G, viszont az F kör G az például pont ilyen típusú volt, vagy a G kör F, attól függ, hogy most az át vagy a B-t akarod visszakapni. Szóval egy ilyen függvényt, ami halmazból csinál ugyanolyan típusú dolgoknak a halmazát, akkor nevezünk lezárási operátornak, ha ezt a három dolgot tudja. Az egyik ez, hogy maraton legyen, nagyobb halmazból nagyobb halmaz csinál. A másik, hogy bővítsen, tehát egy alkalmazással ne veszítsen el elemet. Ez például itt a képen akkor nem egy bővítő, mert nyilván ha a kép igaz, akkor ezek eltűntek. És a harmadik meg az, hogy idempotens, ha még egyszer alkalmazom az eredményen, akkor már nem kapok új elemeket. Ugye az volt, hogy nem veszítek el senkit, tehát az, hogy egy egyenlő, az ugyanazt jelenti, mint hogy ez részhalmaza ennek, mert ebből kijönjük, hogy egyenlőek. Ha ezt a három tulajdonságot tudja, akkor úgy hívják, hogy lezárási operátor. Nem véletlenül, lesz rá néhány példánk, amikor ezt tényleg lezárásnak is fogjuk hívni azt a műveletet vagy generálást, amit végzünk vele. És általában az van, hogy ha van egy Galois kapcsolatom, akkor az F kör G is, meg a G kör F is, ugye, ugyanabból az oldalból, egy oldalból ugyanabba az oldalba képző, halmazból halmazba képző függvények, és általában, ha a Galois kapcsolat függvényei külön-külön jelentenek valamit, mondjuk úgy, hogy van valami hasznuk valamire, akkor szinte mindig a lezárási operátornak, ennek a két lépéses operátornak is van valami értelme, sőt, általában, illetve legalábbis nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem is a Galois kapcsolat elemei, tehát most például az a mondás ebben a félbekezdésben, hogy ha ez igaz, akkor most nekünk igazából nem is a mod az, ami érdekes operátor, meg nem is a TH az, ami érdekes operátor, hanem nekünk a cons az, ami a legérdekesebb operátor közül a három közül. Ez egy mondás. Vajon mi lehet az, ami érdekesebb, mint a mod? Ezért érdemes megnézni, hogy jó,
Ha ez állítólag minden global kapcsolatra igaz, hogy a két lépés az több értelme van, mint az egy lépésnek bármelyik irányba, akkor érdemes megnézni, hogy most például mi is ez, ami a konz. Na lássuk. A lezárási operátorra ugye az igaz, hogy mikor van benne egy elem ennek a képében? Ez mi ez? Ha a mi esetünkben gondolkodunk, akkor itt bejön egy szigma, elmegyünk a modelljeinek a halmazába, és aztán visszajövünk az elméletébe. És milyen formulák vannak benne, ezt kérdezzük ugye meg. Ha most azt kérdezzük meg, akkor milyen formulák kerülnek bele, elindulok a szigmából kettőt lépek, ez a formula akkor eleme ennek a halmaznak. Ugye most itt egy ilyet mondunk, hogy hát ha egy elemű halmaz, részhalmaza. Ugye az eleme meg a részhalmaza reláció között ez a különbség, hogyha ő mint elem benne van a halmazban, az pont azt jelenti, hogy ő mint egy elemű részhalmaza ennek a másiknak. Miért csináltuk ezt? Azért, mert megint alkalmazni akarjuk ezt a technikai utasítást, ezt a technikai összefüggést, ami úgy néz ki, hogy tetszőleges x-re, ha az részhalmaza a gx-nek, ez pontosan akkor van, ha az y része az fx-nek, nézzük csak, ez az x, az az a része a g valaminek, akkor ugye itt ezen a képen ez lesz a y, ez meg a x. Jó, ez most nem a legjobb történet, hogy itt egy másikat nevezünk x-re, de nem tart sokáig az élet. Y az akkor fx, oké, az itt van, ez az y részhalmaza az fx-nek, ennek az x-nek, az meg az fa-nak. Hát jó, egy elem akkor van menne a lezárási opera, hogyha az egy lépéses rész, amit kapunk belőle, ez a krumpli, az részhalmaza ennek. Hát ez így önmagában még nem mond olyan sokat, általánosan, most legalábbis, de mi volna, ha akkor most átírnánk, hogy tulajdonképpen minket ez miért is érdekelne? Azért, mert itt mi ez egy formula, akkor van benne a konz szigmában, oké, egy formula a konz szigmában, a konz volt a két lépés, operátor az x, az itt általában szigmával jelöljük, most a másik oldalra jöttünk, nem baj, ez meg itt f, ez meg a formula típusú, nyilván, mert ha ez formula halmazó, sem formula halmaz, akkor annak formulák lesznek az elemei, tehát kik vannak benne, mikor van benne egy f ennek a konz szigma, akkor, hogyha ez igaz. Az f igaz, ez azt mondja, hogy ha az f volt a mod, mert most úgy írtuk fel, az volt a b, a képtékadások és a formulák most mintha helyet cseréltek volna, azt mondja, hogy ez akkor is csak akkor, hogyha a mod sigma az része a mod f-nek, mert ugye ott az a volt, az a kirőbe az volt az f, az x volt a sigma, ha a mod sigma része a mod f-nek, ez van ide írva, ez. F a mod, A volt az F, X volt a sigma. Jé! Ha az F formula, akkor menne a konz szigmába, ha a mod szigma része a mod F-nek, de a mod szigma része a mod F-nek, ez meg ennek volt a definíciója. Szóval, egy formula, akkor menne konz szigmába, ha a formula következik a szigmából. Hű, ez ugye, és a konz, ez ezt rövidíti, hogy consequences, a következményei a szigmának. Így hívják ezt az operátort, mert tényleg ez történik, hogy konkrétan ez a konz operátor az input szigmának legyártja az összes következményét. Ezért akarjuk ezt vizsgálni, hát ez a tantárgy arról szól, hogy következtetni akarunk, nem arra, hogy modelleket akarunk kiszámolgatni, nem a mod az érdekes operátor ebből a tárgyból, hanem a konz. Pontosan erre akarunk algoritmust keresni, ami egy input szigma formula halmaznak le tudja vezetni az összes következményét. Hát persze, hogy a konz operátor érdekel minket a legjobban, erről szól a kurzus. Csak eddig nem tudtuk, hogy így hívják. Szóval, most azért jó, hogy van egy Galois kapcsolatunk, mert most annak a Galois kapcsolatnak az oda-vissza lépését akarjuk tulajdonképpen vizsgálni, az a célunk, hogy azt legyártsuk, és most már azt is tudjuk, hogy az ott egy lezárási operátor, ezért úgy tűnik, hogy lesz értelme a lezárási operátorokkal foglalkozni egy keveset. Míg az még, az is igaz, hogy a THK, ez mi a K-ból elindulok és egyet lépek, a konz az mi volt, a szigmából indulok, előbb lépek egy modot, aztán egy TH-t. Tehát az a mondás, hogy ami THK alakú, az egyben konz szigma alakú is, arra van valami olyan szigma. Miért? Azért, mert hogyha itt a K-ból egyet lépek, az ugye az egy lépés egyenlő három lépés tétel miatt, ugyanaz, mintha kettőt lépnék még.
És ez, ha kettőt lépek még, az maga a CONSZ operátor alkalmazása a THK-n. Tehát konkrétan, ha a szigma egyenlő a THK-val, ez, akkor nyilván a THK az ennek a szigmának a konszal lesz, mert egy lépés az 3. És nyilván az is igaz, hogy ami meg konsz szigmának néz ki, az ugye azt jelenti, hogy ő valamilyen szigmának, a modjának a TH-ja, tehát ami TH-ja valaminek, az összes olyan formulálmaz, az pont ugyanaz, mint ami konsza valaminek. Ez is igaz. Tehát ez itt azt jelenti, hogy ennek, hogy valami most TH-ja egy értékadás halmaznak, vagy a következménye egy formula halmaznak, az ugyanakkor van. Ezért hívjuk ezeket a formula halmazokat, amik cons sigma alakúak, elméletnek. Vagyis az elmélet az azt jelenti, hogy valamilyen értékadás halmaznak, ő az elmélete, innen kapta a nevét, de ugye ez azt jelenti, hogy az akkor elmélet, hogyha cons valami alakú, de hogyha ő cons valami alakú, akkor saját magán alkalmazom a cons-t, akkor ugyanazt kapom vissza. Mert ha ő valakinek a consza, és még egyszer konzekvenciája, és még egyszer alkalmazom rajta a konzekvenciát, akkor ugyanazt kell visszakapni, mert két lépés az ugyanaz, mint négy lépés. Szóval az elmélet az azt jelenti, oké, hogy valaminek az elmélet az összes olyan forma, ami egy struktúraosztályban, egy értékadás osztályban igaz, de az is igaz, hogy pontosan akkor elmélet, hogyha ő ugyanaz, mint a következményeinek a halmaza, az a következményei azok nyilván többen lehetnek, mint ő, tehát az biztos, hogy az, ha a szigma igaz, akkor a szigma összes eleme igaz, meg még esetleg mások is. Tehát az egyenlőség azt mondja, hogy a szigmában már alapból benne van az összes következménye. Na, ez az, amiért például egy ilyet, hogy csoportelmélet, meg relativitás elmélet, meg halmazelmélet így hívunk, ahogy. Mert ezek olyan formulahalmazok, amik kiindultak valami axiómákból, vagy tudom, a relativitás elméletek is bizonyára van néhány fizikai egyenlet, amik leírják, hogy ezek az ő axiómái, és azért hívják relativitás elméletnek, mert legyártották az összes állítást, amik ennek következményei, és úgy néz ki talán, hogy nem ellentmondásos, és ezért hívják elméletnek, mert már minden következményével együtt is számolnak ezzel a input formula, az az axiomában, amiket fölírtak. Ez egészen más, mint amikor az emberek, ó, hát a relativitás elmélet az csak egy elmélet, ennyire az almák eshetnének főfelé, és ez meg az én elméletem, nem, ez az elmélet szó, amit így az utcán használunk, az nem ez, az az elmélet, az azt jelenti, hogy valami koholmány, valamiféle kitaláció, ez a szó, amit matematikai jellegű STEM dolgokban elméletnek nevezünk, az konkrétan azt jelenti, hogy nem csak azt gondolom, amit mondtam, hanem mindent gondolok, ami abból következik. És ennél többet egyszerűen nem lehet mondani axióma halmazról, hogy és már mindent el is hiszek, ami abból következik, amit mondtam. Tehát ez tudóshoz méltatlan viselkedés lenne, hogy valamit azt mondod, hogy ez így van, de a következményére azt mondod, hogy ja, az meg nincs. Szóval az elmélet az egy nagyon erős szó, nagyon erős mondás. És például nyilván az elméletekre az is igaz, hogyha van nekem egy elméletem, van neki egy eleme, és van egy ekvivalens vele, ekvivalens formula ezzel az elemével, akkor ez az ekvivalens formula is benne van. Ez mondjuk úgy, hogy akkor az elméletek ugye olyanok, hogy az ekvivalencia osztályokból vagy mindenkit egyszerre tartalmazok, vagy senkit, ekvivalens formulákat írok föl. Miért? Hát nyilván azért, mert ha elmélet, és ő benne van, az F, akkor az F következik is a szigmából, ez itt van, az meg ugyanaz, mint ami mod F, és ez azt jelenti, hogy a szigmának következménye az G is, és ha a szigmának következménye a G, akkor is mivel minden következményét tartalmaz, ezért a G is benne van. És nyilván azért, mert ha egy ugye az összes tautológiát tartalmaz egy elmélet, miért? Azért, mert ezt megnéztük gyakorlaton is, hogy minden formula halmaznak következménye az azonosan igaz, ez nem jelent semmit. Ezért, ha elmélet a szigma, akkor az azonosan igaz benne van. És itt volt ez a mondás, hogy akkor az összes mindenki, aki az azonosan igazza, ekvivalens, az is benne van, és azok pont a tautológiák. Tehát például ugye, hogyha mit tudom én, megkérdezi bárki, hogy az üres halom az elmélete, akkor nem az, mert minden elméletben benne vannak a tautológiák, mert azok mindennek a következményei.
de arról, hogy valami elmélet, arról több minden is igaz lehet, de ezt majd egy következő adásban fogjuk megnézni. Addig is, sziasztok!